és most egy újabb sporttémával várjuk Önöket az elkövetkező percekben, hiszen mint egy felvezetését adjuk majd a Miskolci Nemzeti Színházban november 9-én esedékes 2022-es Prima Gálának, ugyanis az elmúlt esztendőben közönségdíjasként állhatott ott a többi el is kitüntetett díjazott között. A Miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola testnevelője és a DVTK Jegesmedvék Jégkorong csapat szakmai igazgatójaként is Bíró Ignác, akit köszöntök nagy tisztelettel a stúdióban, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Miskolc TV nézőit, Miskolc város lakóit, és örülök, hogy itt lehetek. Megint csak egy ilyen már sajátságos felvezetést kell adni a beszélgetésnek, elnézést mindenkitől, akinek ez picit talán furcsa, de tegező hangnemben fogjuk majd folytatni, hiszen nem tegnap volt az Ignác, amikor emlékszem, még játékosként is láttalak játszani, és onnan kezdve pedig tulajdonképpen munkakapcsolatban vagyunk, amikor pedig edzője voltál még a felnőtt csapatnak. Ez nem tegnap volt. Hát nem ma volt. Na szóval, hogy ez az ok annak, hogy most tegeződünk, de nem megyünk ennyire vissza az időben segítségeddel, Ignác, hanem csak visszaugrunk ugye az elmúlt év nagyjából ezen szakaszára, amikor is te a Prima Gálán ugye közönségdíjasként átvetted az elismerést, a kitüntető címet, és mindez én úgy gondolom, hogy talán azért is egy picikét másabb a te egyébként nagyon gazdag szakmai érem gyűjteményedben, mert ezt nem szakmai oldalról kaptad, nem a szakma ismerte a tevékenységedet, hanem tulajdonképpen a sport szempontjából a civilek a legszűkebb környezeted, ahol élsz és dolgozol. Neked milyen érzés volt? Meglepetés volt? Ez furcsa érzés lehet a sok jégkorongos díj mellett egy ilyen is. Hát az előterjesztés ugye az egy szűkebb bizottságnak a döntése minden díj odaítélésekor, viszont a közönség szavazati díj az tényleg a szűk pátriárka, tehát Miskolc város polgárai döntése, szavazatai, de azért hozzá kell tennem, hogy nagyon sok külföldi szavazatot is kaptam, ami nagyon felemelő volt. Ugye erdélyi voltomból az ottani rokonság, barátok, sportberkeken belül rengeteg klubtól jöttek, játékosoktól, egyesületvezetőktől szavazatok, de Amerikától, Hollandiáig, Franciaországtól, Szlovéniáig mindenhonnan rengeteg szavazat érkezett, és ez úgy gondolom, hogy ahogy említetted, ez tényleg egy közösségnek a szavazata, és ezért talán értékesebb, mint a többi korábbi elismerésem. Habár volt egy jó párban részem, de talán a legfelemelőbb ez volt. Igen. Tehát kaptam én már testnevelőként az Esztergázi Bazilikában, tanévnyitón legjobb pedagógus címet. Voltam Borsod megye legjobb testnevelő tanár, címet elnyertem, amit a Tudományos Akadémián adtak át. Voltam világbajnokságon, sikeres edzővilágbajnokságot nyert 20-as edzőként Újvidéken, ahol 6-szor hallgathattuk meg a magyar himnuszt, hisz minden meccsünket megnyertük. A most Miskolcon játszó Vas János égládáik ezzel a csapattal. Az is hatalmas élmény volt, de ez a tavalyi Prima díj közönségszavazati elnyerése az mindeneket íberelt. Egyébként talán annyit elárulhatsz, Ignác, hogy mit szólt a legszűkebb környezet, talán a család, hogy egy ilyen teljesen nem a sport oldaláról érkező, itt élők döntését vagy elismerését jócskán tükröző díjat kaptál. Azért én ahogy amiket említettél, azokhoz képest, hogy ez egy kicsit megint egy másik oldal, hogyha munkásságodat nézzük, vagy elismeréseket nézzük, ez egy picit talán még értékesebb is. Igen, hát az unokámtól elkezdve az anyósomig tényleg a szűk család, mindenki jelen volt a gálán, és nagy élmény volt a diátvételekor látni a közönség soraiban ülő unokáimnak csillogó szemeit, és utána a gratulációkat begyűjtve tőlük, hát tényleg felemelő élmény. Említetted, hogy nagyon sok országból érkezett szavazat, Ignác, ők korábbi tanítványok, korábbi játékostársak, tehát jégkorong vonalról, akikkel együtt dolgoztál? A zöme jégkorong vonalról, nem
csak tanítványok, hanem edzőkollegák, akikkel különböző nemzetközi tornákon, világbajnokságon, világversenyeken ismerkedtünk össze, és azóta is baráti kapcsolatot tartunk. Tehát azok arról a részről is, meg nyilván rengeteg rokon él azért a Nyugat-Európában, meg a nagyvilágban szanaszét, mert a székélység, a magyarság eléggé szétszórtan él, és mindenfele van, Svédországtól, Amerikáig, Kanadától, Ázsiáig mindenfele van rokonbarát. Ignász, talán annyit meg lehet osztani így, mert ugye ezekről az érzésekről nehéz beszélni, hiszen ugye ez nagyon-nagyon sok esztendő munkájának elismeréseként érkezik hozzád. Tehát nehéz ezeket az érzéseket megosztani a külvilággal, de talán annyit el lehet mondani, hogy amikor ott ültél, és a többi díjazottal együtt, és ott ebben a szép környezetben, ugye az ott a rollad és a többi kitüntetetről szólt, hogy egy picit ilyen megállás, egy ilyen kis visszatekintés van az emberben, vagy egy olyasfajta jóleső érzés, hogy nem csak a meccsre járók figyelnek az embernek a munkájára? Hát nyilván, hogy azért a legtöbb részét a közönség és a volt szülők, vagy jelenkori szülők adták a szavazatoknak, de rengeteg olyan helyről jött szavazat, utólag ugye én is kaptam a jelzéseket vissza, hogy szavaztunk, akikkel 20-30 éve nem találkoztunk, nem is emlékeztem már igazából, és igen nagy élmény volt, hogy ennyi év távlatában is eszébe jut az ember egy-egy ilyen ismerősnek, vagy távoli ismerősnek, és nagy drukkolás közepette jelezték, hogy igen, nyomtuk a gombot, szavaztunk, hajrá, gratulálunk. És hát maga, amikor a várakozás, ugye ott a padsorban ültünk egymás mellett a jelöltek, tele van mindenki akkor izgalommal, mert még senki nem tudja, ki a díjazott, meg a különböző kategóriákban. Én sportolóként mindig izgultam, meg izgulni szoktam, hát nagy izgalommal vártam az eredményt, de nagyon öröm volt, amikor a nevemet meghallottam, és a színpadra szólítottak, és azt nehéz iberelni, azt az élményt, amit akkor átéltem ott a Miskolci Nemzeti Színház nézője előtt. Ugye ez volt egy ünnepnap, ugye a tavalyi Prima Gálán, amikor ezt megkaptad, ezt a díjat, de nekem valami asszúgja, Ignác, hogy sok-sok ilyen kis apró ünnepnap van, mert nem nagyon hiszem, hogy úgy végig tudsz menni Miskolcon, hogy legalább mondjuk olyan 15 másodpercenként ne jöjjön egy tanítvány, egy ismerős, egy szurkoló, és biztos, hogy ott van a jégkorong. Tévedek? Nem tévedsz, ez így van. Ez régen azt szokták mondani, hogy az se jó, hogyha mindenki ismer, mert akkor nehéz inkognitóban létezni, de én inkább a másik oldalát élem meg, tehát én szívesen találkozom és örülök, hogyha végigmegyek az utcán és leszólítanak, köszönnek. Előfordul másik oldalról, az utcáról átköszön régi tanítvány, régi sportoló, és ez tényleg nagyszerű élmény. Nincs, tehát nem tud olyan nap történni, napszak történni, hogy ne találkozzak, vagy régi, vagy jelenlegi ismerőssel, baráttal. Ugye nem olyan nagy világváros azért Miskolc, rövid ez a sétáló utca. Aki ismer, azért tudja, hogy elő szoktam fordulni, és szívesen, hogyha az időm engedi, akkor egy-két alkalommal szórakozni ide-oda, becsücsenünk, de tényleg az, amíg a villamos megállótól a helységig elmegyünk, ahogy mondtad, fél percenként jön szembe ismerős, barát, jó kívánságokkal is. Talán ezek a visszajelzések azok, hogy érdemes a közösségért tenni. És talán pont ez az időszak, amikor a legjobb időszak, amikor beszélgethetünk egy nevelőedzővel, az utánpótlásban nagyon sok éve dolgozó szakemberrel, hiszen hogyha a Miskolci jégkorong sportot, a DVTK Jegesmedvék hátországát adó utánpótlás nevelést nézzük, hát talán nem is tudom, hogy álltak-e olyan jól a csillagok valaha is, mint most, hiszen egy nagy munkába kezdett a klub, és most elmondhatjátok, ugye nevelőedzők, utánpótlásban dolgozó szakemberek, hogy ugyancsak termékeny most a Miskolci jégkorong sport, hiszen a felnőtt csapatban meghatározó játékosok sokasága mind-mind saját nevelésként került az utánpótlásból oda a legmagasabb szintre. Hát igen, ez örömteli dolog. Talán a magyar mezőnyben sehol nincsen annyi saját nevelő játékos, mint a DVTK-nál.
Igazából a tavaly előtti szezon után határoztuk el, amikor a klubnak egy kicsit a gazdasági helyzete gyengébben állt, mint a korábbi években, akkor döntöttük el azt, hogy most van itt a lehetőség, hisz volt egy U21-es bajnok csapatunk, és akkor ezeknek a gyerekeknek adjunk lehetőséget a bizonyításra egy 2-3 éves ciklusra. Ez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy megérte, és egyre több játékos érik be azokból, akik akkor lehetőséget kapnak, vagy kaptak. Meccsről meccsre jó teljesítményeket nyújtanak a felnőtt csapatba, sőt, most már lassan meghatározó játékosai a klubnak, tehát mindenképp a bizalom megérte, és élnek a gyerekek a lehetőséggel, és ez nagy öröm. Milyen érzés, Ignác, amikor lát egy ilyen utánpótlással foglalkozó szakember egy ilyen időszakot? Nyilván bármelyik jegesmedvéket nézzük, bármelyik év jegesmedvéket csapatát nézzük, közel álltak a szívedhez, bárkiről is volt szó a csapaton belül, de azért, amikor ennyi miskolci születésű, Miskolcon nevelkedő fiatal van ott a csapatban, azért az talán még neked is másabb egy picikét. Hát ez mindenképp, ez gondolom mindenhol így van, hisz nem csak én, hanem rajtam kívül sok edző kollega dolgoztunk ezekkel a srácokkal, és mindenki egy-egy kis szeletkét hozzátett a mostani sikereikhez. Nagy öröm. Tehát én úgy gondolom, a közönség soraiban is sokkal jobban örülnek, hogyha egy miskolci Márk egy galajdazsomból lövi a gólt, mint hogyha egy idegen légiós. Nyilván az akkor is öröm a klub számára, de ez egy hatványozott elismerés és öröm, hogyha a saját nevelésű gyerekeink tudnak boldogulni, ők tudnak eredményesek lenni, és reméljük, hogy ez a folyamat nem állt meg, hanem még továbbra most az akadémia elindulásával még komolyabb, még izmosabb programot tudunk a gyerekek számára biztosítani, és az akadémiában dolgozó kollégáink ezt napról napra megteszik, nem csak a sportért, hanem az emberi nevelés a fő cél, tehát úgy a tanulmányaikat, mind a sportbeli karrierjeiket egyengetni kell, és ez nagyon jó úton, nagyon jó kezekbe halad most jelen pillanatban az akadémián. Mi lehet a következő lépés, Ignác, amikor már így ilyen háttérbázis áll a rendelkezésre, és ugye joggal lehet dicsérni ugye a akadémiáról kikerülő, most ugye a legidősebb korosztály érintettjeit, de hát ugye az utánuk jövő generációt is lehet említeni, hiszen ugye a Jégkorong Magyar Kupában ebben a szezonban a DVTK Egesmedvék második csapata is elindult, és hát ugye egy Erste Ligás a felnőtt mezőnyben szereplő csapattal játszottak itt a még az általad említett fiatal jégkorongozókhoz képest is fiatalabbak egy nagyon szép eredményt. Igen, hát ez egy hatalmas bravúr volt a Magyar Kupában a 17-18 éves rácokkal kiálló DVTK, ugye, amint ismert, 3-3-as eredményt értünk el a Dunai Város első csapatával. Ez úgy gondolom, hogy ez mindenekért beszél, tehát ez egy olyan eredmény a srácoknak is, meg a klubnak is, hogy ami azt bizonyítja, hogy igenis jó helyen járunk, jó az utánpótlás képzésünk, és nagy élmény volt végignézni azt, hogy ezek a gyerekek hogy szálltak bele az első másodperctől a meccsbe, kilókba, 30-40 kilóval végnyabb kis srácok, 60-70-80 kilós maximum termetű gyerekek játszottak a 90-100-110 kilós felnőttek ellen, és ez kívülről nem lehetett észrevenni a különbséget, mert úgy röpködtek végig az első másodperctől a végéig, és olyan elánnal, hogy ezt bármilyen sportágban tanítani lehetne. Ignác, így lassan így a beszélgetés végéhez érkezünk, és azt kérdezném én tőled nagy tisztelettel, hogy van-e még olyan dolog a jégkorongban, szerintem te már láttál mindent a jégkorong sportágban, amit látni lehetett, még annak az ellenkezőjét is láttad, de van olyan, amit még úgy szeretnél látni, megvalósulni, megtörténni, valami olyan esemény, ami még azért begyűjtenéd nagyon nagy... Hát, mint miskolci sikerre gondolsz, vagy egyáltalán egyetemes jégkorongban Miskolcon, vagy a magyar jégkorong Miskolcon, nekem ami még a bakancs listán hátra van? Hát mindenképp nagy örömmel töltene el, hogyha közeljövőben ez a miskolci játékosokkal
saját játékosokkal tele egyesület egy bajnoki címet el tudna hódítani, mert ugye már volt bajnoki cím 2-3 alkalommal Miskolcon, de akkor elég sok magyar válogatott játékost tudtunk idehozni az ország különböző részéről, nagyon izmos légiósokat. A mostani helyzet ugye másabb, sokkal szerényebb képességű légiósaink vannak, és amit említettem, reflektorfényben vannak a saját neveléseink, de akár az idén vagy jövőben, hogyha egy bajnoki címet ezzel a társággal el lehet nézni, akkor én úgy gondolom, hogy így nyugdíjfele közeledve, mert jövőre azért elérem a nyugdíjkort, akkor nyugodtan léphetek hátrébb egyre. És tényleg egy utolsó utáni pici kérdés, egy rövid választ adj, Ignác, hogy látszik már egy olyan szakember a következő generáció bíró Ignác, aki majd esetleg ugyanúgy a Prima Gálán közönségdíjas lehet? Nem, hogy látszik, van. Tehát hála Istennek tényleg nagyon jó ügyes edzőgarnitúra állt össze most már utánpótlás szinten. Ha csak Maier Péter nevét említem, aki az akadémiának a szakmai igazgatója, nagyon jó felkészült fiatal szakember, és az őt segítő stáb minden korosztályban, tehát nagyon erős, én úgy gondolom, nagyon erős és jó szakmai stábban rendelkezünk. Inkább a nagyobb problémát abban látom, hogy egyre kevesebb gyerek, ügyes gyerek van a sportágban? A sportágban is, de ez igazából minden sportágra érvényes, hogy ebben az új világban elfogynak az ügyes gyerekek. Egyre kevesebb mozgástér van a gyerekek számára, sok a kütyű, de ez közhely, nem szeretném ezt hangsúlyozni, de én testnevelőként ezelőtt 15 évvel a 7. órámat tartottam a Vörösmarty udvarán. Már a 7. 2 órakor a bérházi gyerekek löktek le a pályáról, Ignác bácsi, mikor lesz vége a testnevelés órának, szeretnék már focizni. Na most ez megszűnt. Tehát ha szétnéztek a város játszó terein, kis gyerekeket lehet látni, 2-3 éves gyereket, akit anyuka kibíz csúszdázni, homokozni, de nagyon kevés labdás pályát használnak legalábbis szabadidőben a gyerekek, mert egy, nagyon is le vannak terelve, iskola, külön órák, és amiatt majd egy kis szabadidő, akkor ugrik a kütyűnek. Tehát lent nincsenek játszótéren a gyerekek, ha lent vannak is, nagyon kevesen játszanak. Leülnek bandázni, ott is a telefon nyomják, ezelőtt a kosárlabda pattogott, a foci, a röplabda. Most sajnos nagyon rossz irányba ment ez el, és mi érezzük, hogy a rendelkezésre álló gyerekek úgymond minősége ezáltal gyengül, mert hát ugye a mozgáskultúra leszűkül, hogyha nem mozog kiskorban, akkor nagykorban sincs amiből meríteni, de hát megpróbáljuk a lehetetlent, és akik vannak, akik rendelkezésünkre állnak, azokat muszáj a legjobb szintre felhozni, de ez országos jelenség, és sőt azt mondom, mondani, hogy világjelenség. De ennek ellenére mindig vannak azért, hál' Istennek, ügyes, tehetséges gyerekek, de sokkal egyszerűbb lenne a dolgunk, hogyha ezek nagyobb létszámba lennének. Hát reméljük, Ignác, hogy a jövőben ez változik, és hogy változzon. Ahhoz jó munkát, jó egészséget kívánok, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál a stúdióban. A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönjük meg. Önök Bíró Ignáccal, a 2021-es Prima Gála közönségdíjasával készült beszélgetésünket látták. Köszönjük figyelmüket!